Sziasztok! És üdvözlöm a kedves nézőket az Andrea Akadémia csatornán. A mai videóban egy kedves vendéget várok, a 6 éves nagyfiamat, aki most elsős egy japán általános iskolában, és együtt belevetjük magunkat a japán történelmi Edo-korba és a Minecraft világába. Már is szólítanám a vendégemet, Redet. Red, kérlek, fáradj be! Sziasztok, Red vagyok. Szia, Red! Örülök, hogy itt vagy. Akkor már is vágjunk bele. Az első kérdésem az lenne, hogy tudsz valamit Edo-ról? Hát nem sokat, voltak szamurájok. Voltak szamurájok is, és voltak menő házaik. Szeretnél többet megtudni ezekről a házakról? Hát nem annyira. Nem? De tudok mesélni a Minecraftról. Szuper, halljuk. Figyelj már, Red, egyébként azt akartam tőled kérdezni, hogy téged miért hívnak Rednek? Azért, mert a karakterem Red. Milyen karakterem? A rekős. Vannak a Minecraftban faluk, építkezés, meg zombik, creeperek, endermenek, enderdragonok, és hogy én is először nem tudtam a Minecraftot, de utána megtanultam blokkokkal építkezni, harcolni, meg az Ender Dragonot legyőzni. Ó, hát ez nagyon szuper. És figyelj, mert van egy ötletem. Mi lenne, ha Minecraftban építenél egy hosszú házat? Jó, de mi az a hosszú ház? Szóval Red, nézd csak, mutatok neked néhány képet a hosszú házról. Jó. Hosszú házat japánul úgy hívták, hogy tudod, hogy hívták japánul? Nagai-ie. Majdnem, Nagaya, úgy hívták. És nézd, ilyen hosszú épületek voltak, több lakás volt egymás mellett. Úgy látom, hogy 6 lakás volt benne. Igen, volt a 6 lakás, volt, ahol nézd, ez például kisebb. Az a lényeg, hogy mindegyik lakás belül teljesen ugyanúgy nézett ki. Jó. Mit gondolsz, meg tudnál ezt építeni a Minecraftban? Megpróbálom. De szuper. Nézd csak, nem mindegyik ugyanolyan formának tűnik. Tényleg nagyon ügyesen észrevetted, a berendezés ugye teljesen más lehet attól függően, hogy milyen család miket használt. Nagyon jó megfigyelés. Na jól van, akkor szerintem menjünk át a géphez, és próbáljuk meg a Minecraftban megépíteni. Jó! Az előbb, úgy mint Edo-ban, fa ásóval ástam, igen? És most a rézseket fűblokkokkal betemetem. Amíg Reddo építkezik a Minecraftban, addig néhány szót elmondanék a hosszú házról, vagyis Nagajáról. Ez a Nagaya egy ténylegesen hosszú háztípus volt a koraújkori Japánban. Beszéljünk itt konkrétan Edo-ról, a fővárosról. Egy másik videóban, amit megnézhetnek a videó leírásban, már említettem, hogy a Nagaják olyan hosszú házak voltak, ahol több család élt egymás mellett, nagyon szorosan. És ezek a hosszú házak elfoglalták körülbelül a 20%-át Edo-nak, tehát a legtöbb városi ezekben a hosszú házakban élt. Edo-nak a másik 80%-ában a szamurájok villái voltak, sokkal nagyobb területen. Most csináltam meg az első részét. Ha fentről nézzük, így van. Oldalát körbe megyünk, így van. Nagyon jó. És belül milyen? Belül? Ma csináljak egy karámot. Egy karámot? Persze. Belül ilyen, mert az első egy halas. Nagyon jó. Itt van a kemence, itt van a... Ez a párna. Ez csak, a párna, igen. Csak ez egy, most egy ágy. Tudtad, hogy Edo-ban, a hosszú házban nem volt igazából ágy, hanem fel voltak csavarva ezek a matracok, tudod, amit futonnak nevezünk, és azok el voltak téve valahova, mert annyira kicsi volt belül ez a ház, hogy nem fértek volna. Persze a Minecraftban tudom, hogy nincs futon. Tudom, de a Minecraftban nincs futon, úgyhogy úgy tettem, mintha ez a matrac lenne, és ezen aludna. Nagyon jó, szuper a ház. És szpónozok egy falusi. Oké. Ez a falusi halkereskedő lesz. Legyen halkereskedő. Voltak Edo-ban is olyan kereskedők, akik hallal kereskedtek, egy nagy botot tettek a hátukra, és járták a környező házakat, képzeld el. Nem tudtam. Abban voltak különlegesek ezek a hosszú házak, hogy több család
élt egymás mellett, nagyon közel egymáshoz, és szinte megosztottak mindent, mint egy hatalmas nagy család. Egy közös kút volt a területen, az illemhelyiség is közös volt, és gyakran ezek üzletek hátsó részén voltak, tehát a hátsó utakon, utcácskákon, így egy nagyon kis kompakt helyiségek voltak ezek. Tehát elkészült az Edo falud, vagy nem is tudom. Még nem, de az Edo WC meg az Edo kuka kész. Uha, megmutatod? Tehát mi az ott középen, nézzük. Mi ez? Igen. Ez a kút. Egy kút, ahogy volt, igaz? A hosszú házban. És csak nagyon, 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 nagyon mély. Tényleg. Na mutasd akkor a többi részleget. Ez a WC. WC, szuper. Az is közös volt, igaz? A hosszú házak lakóinak. Igen. Szuper, tényleg igazi WC lett, nagyon jó. De tudod, hogy a Edo faluban milyen WC volt? Az a talpon állós. Én csak úgy mondom. Mutasd, mik vannak még? A kuka. Az a kuka. Ugye tudtad, hogy Edóban a hosszú házak lakói sokat hasznosítottak újra? Szinte nem is volt szemet. És csak így. Nagyon mélyre ástam. Nagyon jó. De most nem kell. Ne. Szóval nem is volt szinte szemét, mindent újra hasznosította. Igen? Igen. Még az ürüléket is képzeld el. Jöttek mindenféle emberek, akik elvitték. És felhasználtak trágyának, hasonló dolgoknak. Trágya az mi? A trágya az olyan ürülék, amivel a földeket szokták. Wow. Ez jó. Azt még érdemes tudni ezekről a hosszú házakról, hogy ezek a városiak nem voltak a tulajdonában a házaiknak. Volt egy főbérlő, sokan bérelték, voltak, akik napszámos munkából éltek, de senkinek nem kellett aggódni a betevőfalat miatt, mivel rengeteg munkát lehetett találni a korabeli Edóban. Tényleg egy igazi hosszú ház. Megnézzük kintről és felülről, hogy is néz ki ez az egész hosszú ház és a környék, ahol laknak. Nagyon jó, tényleg egy hosszú ház, nézd, még a tetejét is sikerült hasonlóra, és mert be is népesítették az Edóját. Na, hol az Edó tábla még, azt nézzük meg azért. Jó. Hát, ha gyalog megyünk, elég messze van. Igen, ez a japán, hogy Edomura. Elég messze van. Tényleg. Szuper. A mai videónkban a Minecraft világában próbáltunk megvalósítani egy edói házat. A kommentekben várjuk a véleményeteket, véleményüket, hogy hogyan sikerült ez. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára! És várunk benneteket, várjuk önöket a következő közös produkciókban. Viszontlátásra! Sziasztok!